Ma gépépítés lesz, nem is akármilyen. A konfig főleg modern alkatrészekből fog állni, az MSI kötelékéből, plusz az egészet be fogom csomagolni egy nagy, lenyűgöző fraktál házba. Kezdjünk is hozzá! Már nagyon régóta várok erre a North házra, vagy egy éve kajtatom már, és végre sikerült megszereznem egy építés erejéig. Persze az sem mellékes, hogy a konfig mindent tud majd futtatni 4K felbontáson, szép grafikával és vegyes felhasználása is tökéletes. Nem csak a gémereknek fog kedvezni, főleg ezzel a koráncsebb gémeres, inkább egyedibb elegáns házzal, de vegyük is sorra, hogy mi kerül bele. Mindennek az alapja egy MSI Tomahawk Z790 Max Wi-Fi alaplap lesz. Ez egy felső kategóriás deszka lényegében, LG1700-as foglalattal és 12-13. Generációs Intel proci supporttal. Van itt DDR5-ös RAM slotból 4 darab, ultramagas 7800 MHz-es max órajellel, de sebességben nem fog elmaradni a PCI Express 5-ös foglalatunk sem. Van 20 gigabites USB-C csatlakozónk, emellett 7.1-es hangtámogatás, ugyanúgy, mint a Wi-Fi 7, a Bluetooth 5.4 és a 2,5 gigabites LAN csatlakozó. Különbre ezt a sötét és méregzöld kombót hozza, és a rengeteg hűtőborda megléte is bizalomra adhat okot. Ebbe konkrétan bármit belerakhatunk, de nézzük is, hogy mi lesz a processzor. Én személy szerint egy i5-13600K-t fogok belepattintani, ami egy tuning képes, 14 magos és 20 szálas erőbajnok. A gyári maximális órajel 5,1 GHz, és habár a fogyasztása meg tud szaladni, minden megjelent videókártyát ki tud majd hajtani 100%-ban. Azért, hogy minden biztos legyen majd az üzemnél, egy méretes vízhűtőt fogok rádobni, egy MSI Mag Core Liquid E360-at. Ez a hűtő nem kevés RGB-vel rendelkezik, úgy a ventilátorokon, mint a pumpa résznél. Az MSI logóval felvértezett előlapunk itt forgatható, attól függően be tudjuk állítani, hogy hogyan is szereltük fel ezt a hűtőt. Teljes körű rezgéscsillapítást kapott a három ventilátor, és még a szivattyú blokk is, így egy igazán csendes gépet tudunk összehozni majd, és persze minden létező procit korrekt hőfokon tud majd tartani. De ha már az alaplapot és a hűtőt is megnéztük, itt érdemes megemlíteni, hogy az MSI-nek fut most egy Skull & Bones akciója. Ha a felsorolt hardverek egyikét veszed március 31-ig, ajándékba kapsz egy Steamer Skull & Bones játékot, valamint egy MSI hajószkint is. Ebben a promóban van ház, alaplap, tápegység, vízhűtés és a szuper kategóriás végiák is. Ezekből a promóciós hardverekből ebben a videóban három darabot látni is fogtok, és az egészet még kombózni lehet a Shout Out for MSI promóval, ahol ha vásárlás után véleményt hagysz, még pluszba kapsz egy 30 dolcsi Steam kódot. Ezt össze is lehet kombinálni jóformán minden szkálos termékkel, kivéve a végiákat. Linket találtok odalent mindenhez, és most folytassuk a memóriával. Túl nagy érdekesség itt nem lesz, Kingston Fury Beast modelleket fogok használni, összesen 32 GB kapacitással, és DDR5-ös mind a kettő. Az alaplapba ezek szépen bele fognak olvadni a fekete hűtőbordával, de igazából semmi kirívó nem lesz velük kapcsolatban. Nem úgy, mint az MSI M.2-es SSD-vel, ami 2 TB-os és nagyon mutatós a sikeredet. Ez a nagy bronzbarna hűtőborda ad egy különleges küllemet az egésznek. Az, hogy 2 TB kapacitása van, és még 7000 MB/s sebessége, ez sem másodlagos egyáltalán, és mindemellett nagyon szépen fog mutatni majd a lapunkon. A videókártyánk egy megírős darab lesz, egy RTX 4070 Gaming X Trio MSI verzió. 12 GB GDDR6X memóriánk van, és már az ATX 3-as csatlakozója is megvan, így nem áll tápegységből is egy ilyet használni a biztosabb kapcsolat érdekében. Küllemre hozza a szokásosat, 3 óriási nagy ventilátor, hatalmas hűtőborda és burkolat, konkrétan dupla akkora, mint maga a VGA-nak a PCB-je, és így a jó hőfokok fixen meg lesznek. Majd teljesítményben a 4K felbontás sem akadály neki, de egy 1440p-s monitor mellé is tökéletes lehet, G-Sync mellett 80-90 FPS társaságában. Na de ilyet is a tápegységünk, ami hogy nem, pont rendelkezik ATX 3-as tápcsatlakozóval, és még benne is van a Skull & Bones akcióban. Ez egy MSI MPG A850G modell, nem titkolt a 850 wattos teljesítménnyel. A 80 plusz gold hatásfok megvan, és egy nagy vízhűtő mellett mondjuk egy RTX 4090-et már lehet, hogy nem tud kihajtani, egy nagyobbat érdemes vásárolni, de a mai konfigunkhoz teljes mértékben elég lesz majd. A táp full moduláris, így a felesleges kábelekkel hátul nem kell majd vesződnünk, csak azt kell bekötnünk, amire tényleg szükségünk is van. Na de jelent is a ház, ami valami hihetetlen. Ez a Fractal Design North, két hatalmas előre telepített első ventilátora, és a teljes körű módon
tudalhatóságával az építés során egy kellemes élményben lesz részünk. Minden elemét konkrétan le lehet róla venni. Én direkt ebben a hófehér színben kértem ezzel a mesh oldallappal, mert kicsit egyedibb, mint a szokásos üveglap. Így a belsőben persze nem gyönyörködhetünk annyira, de legalább a szellőzésben sokkal jobb lesz. Sajnos a vízszűtő nem tud fentre menni, így a két gyári ventilátor fog átkerülni a tetejébe, és a vízszűtő előfoglal majd helyet. Lesz vele meló rendesen, de ez a faberakás, a díszes láb, és ez az északias megjelenés minden szereléssel töltött percét kárpótol majd. Ó, és az nem is vitás, hogy a faberakás a kedvencem, elég csak mögöttem megnézni a falat. De azt mondom, folytassuk is a szerelést. És építsünk bele egy konfigot. Most, hogy az egyedi gépünk elkészült, nézzünk is pár játékot, mennyire tudja vajon hozni az elvártakat. Hogy ezt kiderítsem, először megnéztem a Forza Motorsportot, és 4K felbontásra állítottam minden max grafikára, így tudta hozni ezt a kb. 75-80 átlag FPS-t. Mondanom sem kell, hogy ez teljesítmény még egy autóversenyes címnél is több mint kielégítő, és a videókártya konkrétan végig 100%-on pörgetve volt 55-56 Celsius fokos hőfokkal. A hűtéssel természetesen probléma nincs, ahogy én ezt jósoltam is, és a fogyasztása is megállt ezen a kb. 203-205 watton. A processzor ezzel szemben alig van megmozgatva, a Forza nem igényel túl sok procit, olyan 10-15%-ban van csupán kihasználva, olyan 44-45 Celsius fokos max hőmérsékleten tudja tartani a vízszűtő, és emellett beállt erre az 5,1 GHz-es órajelre olyan 40 wattos fogyasztással. Ez eléggé takarékosnak mondható, ennél jóval többre képes természetesen ez a 13600K, viszont a rendszer memóriából csak 12 GB-ot kér a játék, és meglepően sok VRAM-ot, nyilván a 4K felbontás miatt, 9,2 GB-ot lecsíp az összesen 12-ből. Az RTX 4070 tudja tartani a lépést még 4K felbontáson is, különösebb belaggolásokra nem lettem figyelmes egyáltalán, sima az egész játékmenet, néha beesünk 70 FPS alá, de nem túl hosszú ideig, és eléggé ritkán fordul ez elő. A játék gyönyörűen fest, menjünk is tovább a Horizon Zero Dawn-ra, ott ugyanúgy Ultimate grafikán voltam, 4K felbontáson, és nagyon hasonló 70 FPS-t tud hozni, mint a Forzánál. A videó felvételnél megint csak elrontottam a kódeket, valahogy a Horizon Zero Dawn-nál ez folyton visszatér, erre jobban kéne most már figyelnem, de ettől függetlenül a videó remélem át tudja adni, hogy mennyire szép is a grafika, és milyen sima a játékmenet. Belaggolással egyáltalán nem találkoztam, végig 100%-on pörög nyilván a 4070, viszont a processzor néha fel tud szaladni erre a 30-35%-ra is. Ezt korán sem mondanám bottlenecknek vagy magas kihasználtságnak, de gondoltam megemlítem, hogy a Forzához képest elég nagy a kontraszt kihasználtságban. A hőmérséklet még mindig pazar, a videókártyánál csak 55 Celsius fok, a procinál 45-46 Celsius fok, ebben nincs változás, az órajel, a kihasználtság, a fogyasztás, még mindig a kombinált értéke ennek olyan 250 watt csupán, a rendszer memóriából viszont majdnem dupla annyit kér ez a játék, mint az előző, 20,2 GB-ot foglal le az összesen 32-ből. A VRAM fogyasztás csak 8 GB, egyáltalán nem vészes, ezen a felbontáson főleg, de menjünk is tovább a következő játékra, ami a Resident Evil 4 volt, a felújított verzió, 4K felbontáson vagyunk, grafikai prioritáson. DLSS, Ray Tracing nincs használva, egyik játéknál se a tesztelt címek között, és így tudja hozni ezt a folyamatos 65-60 átlag FPS-t,
ami egy ilyen hátulnézetes vál mögötti kamerás játéknál egér billentyűzete is több, mint kényelmes. Különösebb belaggolásokra nem lettem figyelmes, amire amúgy nagyon hajlamos a Resident Evil 4, általában a processzorba szokott belekötni, de ez a 13600K több, mint elég neki. A hőmérséklet terén már 58-59 Celsius fokra is felmentünk a videókártyával, és néha elérjük a 208-209 wattos fogyasztást is, soknak egyik értéket sem mondanám még, de idáig itt volt a legjobban leterhelve. A proci csak olyan 20-25%-ban van megmozgatva, egyáltalán nem vészes, a rendszer memória kihasználtság megragadt ezen a 10 GB-on, és olyan 8,3 GB-ot kér a VRAM-ból. A játékmenet folyamatos, belaggolások egyáltalán nincsenek, pazar a látvány, menjünk is a következő címre, ami a Spider-Man Remastered volt. Nagyon magas grafikai beállítások, 4K felbontás, DLSS és Ray Tracing nincs használva. Ezek mellett tudja hozni, legalábbis itt beltéren ezt a 100 FPS-t, gondolom kültéren ez inkább 80-90 lenne. A videokártya végig ki van használva, és a processzor nem megy 40% fölé. Ez ugyanúgy, mint a Resident Evil nagyon szeret procit használni, ezért is van a 40%-os kihasználtság, de még így is 50 fok alatt tudja tartani a hűtő ezt a 13600-ot. A videokártya esetében sem kirívók a hőmérsékletek, a fogyasztási értékek, a rendszermemóriából extrém alacsony csak 10 GB-ot kér, és a VRAM kihasználtság a 4K felbontás miatt 8,6 GB. Van még tartalék bőven mind a kettőből, egy átfogóan optimális PC ez a Spider-Man-re. De nézzük is az utolsó játékot, ami a kompatibilitás terén nem túl jó, az LMV2-t néztem meg. Itt használtam először DLSS-t, ballasz beállításokat, és ezek mellett még magas grafikai beállításokat löktem be, így néztem meg a játékot, ami egy nagyon kellemes 90-95 FPS tud hozni. Ez egérbillentyűzete is több mint játszható, probléma nincs vele, nagyobb belaggolások nem is igazán voltak, a textúrák sem töltöttek be késve, nagyon jól futtatja ez a konfig ezt a játékot, és amellett, hogy a videókártya végig 100%-ra ki van pörgetve, a processzor csak olyan 10-20%-ban egyáltalán nem vészes, hőmérséklet terén még mindig nagyon jók vagyunk, a fogyasztás terén úgy szint. Mindezek mellett még 10 GB alatt is tudott maradni a rendszermemória kihasználtság, és majdnem ennyi a VRAM igény is, az eléggé magas volt itt, 9,3 GB, a tesztelt játékok között ez volt talán a legmagasabb. A játék végig remekül fut, a frame time-on látni ilyen kis micro stutter, de szerintem ezt ki lehet simítani, ha mondjuk egy G-Sync képes monitorra használjuk, vagy ha lelokkoljuk az FPS-t mondjuk 60-ra. Ez egy igazán feelinges gép lett, ha engem kérdeztek. Nagyon hűvösen tud tartani minden hardvert, konkrétan 60 fok fölé nem is mentek, és hát mit nem mondjak, ezt a házat vétek lenne az asztal alá rejteni. Akinek van igény erre az északias elegáns megjelenése a vad RGB-s gaminggel szemben, annak 100%-ban ajánlott a Fractal háza, ó, és persze a felsorolt összes hardware szépen teljesített. A kb. 850 ezer forintos összeárazása kicsit elrettentő lehet, és ilyenkor nyilván a minőségi alkatrészek dobják meg azt az árat, de ha valaki egy stabil mutatós gépet szeretne, sajnos rá kell fordítani ezt az összeget. Linket találtok mindenhez a leírásban, és érdekelne, hogy ti mit változtatnátok ezen a konfigon, kommentben várom a válaszokat. Ha tetszett ez az építés és látnál még ilyet, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Következő videóban találkozunk, addig is. Sziasztok!